Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és az előadóinkat is, a képernyők előtt ülő résztvevőket, és mindazokat, akik most pillanatnyilag erre a mi előadásunkra fókuszálnak. A mai rendezvénynek a munkacíme megújuló energiaforrások, biomassa hasznosításának a lehetőségei, ami azt jelenti, hogy lényegében mindenfajta olyan megújuló energiaforrásról és a megoldásról szó esik a mai előadások folyamán, amelyek most nagyon is időszerűek Szerbiában, hiszen a mai szakmai találkozónak az aktualitását a szerb törvényhozás egy fontos lépcsőfok adta, az pedig az, hogy április 21-én elfogadtuk a megújuló energiaforrásokról és az energiahatékonyságról szóló új törvényt. Ez természetesen történt egy kicsit az Európai Uniós jogharmonizáció nyomására is. Másrészt viszont Szerbia elért arra a pontra, hogy rengeteg problémát meg kell, hogy oldjon a környezetvédelemben, az energetikában, az egészségügyben, és mindez, ez az új törvény, most ennek a fontos megoldás sorozatnak a kezdete. Hogy mennyire nagy érdeklődés váltott ki ez a törvény és a körülötte lévő dialógusok, az bizonyítja az is, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal és a Szerb Bányászati és Energetikai Minisztérium államtitkárai között egy egyeztetés folyt már a törvényjavaslat alatt és a törvény meghozása után is. És ez egy folyamatos dolog. Tudnélik, Szerbiának szüksége van mindazokra a tapasztalatokra, amelyekkel Magyarország már átment, ami ezt az áldozatot illeti. A megújuló energiaforrások, valamint az üvegházhatási gázok kibocsátásának csökkentése természetesen globális téma, és a problémák kezelésére olyan innovatív megoldások kellenek, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozás elleni küzdelmekhez, és csökkentik a mikroklímára gyakorol hatásokat. A környezetvédelem szinte elválaszthatatlan része a megújuló energiaforrásoknak. Kormány bejelentések szerint Vajdaság területén számos beruházásra sor kerülhet, és ezekre számíthatnak a magyarországi környezeti parkban dolgozó cégek. Bízom benne, hogy a tematika, amelyet ma csak megkezdünk, lesz folytatása, és hogy valamennyi kérdésre azért választ is adhatunk, és lehetőség nyílik a ma elhangzottak alapján beépíteni ezeket az új információkat a termelési gyártási folyamatokba. Rendezvényünk célja, hogy az elhangzottak során valamennyi résztvevő hasznos piaci információkhoz, sikeres export tevékenységhez szükséges ismeretanyaghoz jusson, mindamellett értékes személyes üzleti kapcsolatot alakítson ki, és a CET szolgáltatási portfólióját kihasználva a magyar környezetipari cégek megoldásaikkal, termékeikkel, szolgáltatásaikkal eredményesen lépjenek a szerb piacra. Ezekkel az alapgondolatokkal, kulcsszavakkal kezdjük a mai találkozót, amelyet a Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Iroda Újvidéki Irodájának és a Zentai Rosszienzia Natura Alapítvány szervezésében kerül Önök elé. A Rosszienzia Natura Alapítvány a házigazdája a mai rendezvényünknek, hiszen itt vagyunk Zentán az alapítvány objektumában, és innét irányítsuk ezt az egész mai rendezvényünket. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem dr. Szlobodan Cvetkovics urat, a Szerb Környezetvédelmi Minisztérium megújuló és alternatív energiaforrásokért felelős tanácsadóját, Jaffa Robert urat, a Szerb Környezetvédelmi Minisztérium államtitkárát, Szekér Klára Szilvia asszony, Magyarország belgrádi nagykövetségének mezőgazdasági és környezetügyi attaséját, dr. Kovács Barna urat, a BioEast kezdeményezés Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletének főtitkárát Brüsszelben,
valamint a többi előadót is, és mindazokat a szakértőket, akik ma részt vesznek ezen a rendezvényünkön. Néhány technikai részlet, felhívom a figyelmet, hogy a YouTube csatorna jobb oldalán lévő ikonnal, chat ikonnal lehet föltenni a kérdéseket, és mi menet közben úgy nézzük, hogy válaszoljunk is ezekre a kérdésekre. Mivel hogy lesz négy előadásunk angol nyelven fog elhangzani, ezek közül három szerbiai vendégelőadónk lesz, akkor ezt úgy oldjuk meg, mivel folyamatos magyar-szerb-szerb-magyar fordításunk, tolmácsolásunk nincs, akkor ezt úgy oldjuk meg, hogy összefoglalóban néhány gondolat elmondjuk. Ja, vás pozdravljam na ovom današnjem skupu. Apropo ovog skupa je u suštini naš novi zakon o energetici, o energetskoj efikasnosti. I suština današnjeg skupa je da damo neki pregled sa jedne strane tog novog zakona, sa druge strane da prikažemo koje su tendencije kod nas u energetici i uopšte o globalnom problemu zaštite čovjekove okoline. Ja sam pozdravio sve predavače i predstavio sam našu organizaciju, predstavio sam našu domaćinsku organizaciju koji je praktično suorganizator naših događaja i praktično mogli da pređemo onda na predavanje. Emil Čeporak je mi meg dr. Lengyelász urat, hogy először is, hogy megköszönjem, hogy közösen létrehoztuk ezt a mai rendezvényt, és másodszorban, hogy szintén az alapítvány nevében köszöntse a résztvevőt. Szeretettel üdvözlök mindenkit a Prosciencia Natura Alapítvány nevében. Szokdásna pozdravljam sve prisutne u ime fondácie Prosciencia Natura. Utalje ću pričati na mađarskom jeziku, pa će gospodin Mihal da to prevede ili u kratkim srcama da sažetom na kraju. Tehát alapítványunk ugye számos esetben próbál tudományos, kutatási, kapcsolatépítési alapokat adni a különböző olyan jellegű fejlesztési témákhoz, amik mindennapi jelentőségűek. Ilyen például ez a mai is, hiszen látjuk, hogy a környezetváltozáshoz szükséges, nélkülözhetetlen CO2 csökkentésnek az egyedüli módja a megújuló energiaforrások bevonása, mind nagyobb mértékű bevonása. Ez egy olyan téma, amely nem ismer határokat, tehát ahol a szerb-magyar kapcsolatok, illetve a nemzetközi kapcsolatok nagyon nagy jelentőségűek, viszont különbségek a jogi háttérben és még egy kicsit a gazdasági háttérben is igen-igen vannak. Ezeket a különbségeket fogják a mai előadóink bemutatni, és mi pedig azon kell, hogy dolgozzunk, arra kell, hogy törekedjünk, hogy megtaláljuk a megoldást arra, hogy minél üzletképesebb legyen ez az ágazat, minél több kapcsolat, együttműködés jöjjön létre, és hogy a fejlesztésekben, akár az agrárágazatban, akár a logisztikában, akár a jövőbeni építkezésben minden nagyobb szerepet kapjonak a megújuló energiaforrások, és a mi térségünkben ugye főleg a szoláris energia, de azért nagy mértékben a biomassa, ami kimondottan ugye a Vajdaságban a legdominánsabb, ezek az energiaforrások mind nagyobb mértékben legyenek kihasználva és épüljenek. Én mindenkinek kívánok nagyon hasznos kapcsolatépítést, hasznos információcserét, és nagyon-nagyon köszönöm a CED-nek, hogy minket választottak házigazdának. Bízom benne, hogy továbbiakban is ebben a témában és más témákban is tudjuk egymás munkáját segíteni. Köszönöm. Prosciencia Natura je praktična organizacija koja za glavnu svoju misiju ima popularizaciju svih onih naučnih disciplina koji imaju veze sa zaštitom čovjekove okoline. I smatramo da je i ovaj današnji događaj praktično ispunjava
daje naš zadatak. Znamo da je dekarbonizacija jedna od ključnih ciljeva zaštite čovjekove okoline i znamo da sve tehnologije se usmjeravaju ka tome. Znamo i to da Mađarska i Srbija ima slične probleme, mora da nalazi slična rješenja. Možda je zakonska regulativa mala prepreka u tome jer nisu isti propisi sa one strane granice i sa ove strane granice, ali stručnjaci treba da reše slične probleme i treba da nađu odgovore na slična pitanja. Na današnjem skupu ćemo naravno govoriti o svim oblicima, najviše o solarnoj energiji, možda malo energiji vetra, ali pošto smo u Vojvodini, a znamo da je u Vojvodini biomasa jedan od prvih i najjačih izvora što se tiče obnovljivih izvora energije, onda ćemo se fokusirati malo više na biomasu. Ja vam u tom smislu želim srećan rad i uspešno savjetovanje. Nagyon szépen köszönöm Lengyel Lászlónak a felvezető, a köszöntő beszédét. Most pedig megkérném Jaksa Róbert, a Szerb Nemzetvédelmi Minisztérium államtitkárát, hogy szintén köszöntse a résztvevőket. Dobar dan! U ime Ministarstva zaštite životne sredine i u moje ime želim da pozdravim online učesnike, predavače i organizatore. Možda i najveći izazov za čovečanstvo u 21. veku, zaštita životne sredine. Danas se širom sveta koriste rešenja koja nastoje da u prirodi ostave što manji ekološki otisak. Obnovljivi izvori energije su energija vetra, sunčeva energija, biomasa, biogoriva, hidroenergija, geotermalna energija. Koju obnovljivu energiju ćemo koristiti zavisi od mnogih faktora. Zbog toga smatram da je važno skrenuti pažnju na činjenicu da su biomasa i biogoriva od velike važnosti u Srbiji, posebno u Vojvodini gde se ljude bave uglavnom poljoprivredom. Poljoprivreda ima potencijal za proizvodnju toplotne i električne energije iz otpada. Mislim da su usvajanjem novih energetskih zakona stvoreni vrlo povoljni uslovi za upotrebu ovog izvora energije. Uz malo pažnje i naravno uz malo ulaganja, oni koji se bave poljoprivredom mogu besplatno dobiti energiju koja je čista, besplatna i veoma važna za očuvanje životne sredine. Nadam se da ćete u današnjim stručnim izlaganjima naći važne informacije sa kojima ćete moći da unapredite vaš poslovanje i znanje. Jónapot kívánok! A környezetvédelmi minisztérium és a magam nevében szeretném üdvözölni az online térben lévő hallgatóságot, az előadókat és a szervezőket. Talán az emberiség számára a 21. században a legnagyobb kihívást jelenti a környezetvédelem. Ma már olyan megoldásokat használnak a nagyvilágban, amelyek arra törekszenek, hogy minél kisebb ökológiai lányomat hagyjon az ember a természetben. Olyan megújuló energiákat használnak, amelyek nem károsak a környezetünkre, és használatukkal nem szennyezzük a környezetünket. A megújuló energiák a szénenergia, a napenergia, a vízenergia, a biomassa, a bioüzemanyagok, a geotermikus energia. Ahhoz, hogy mely megújuló energiát hol használunk, sok tényezőtől függ. Ezért is tartom fontosnak, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy hazánkban, különösen Vajdaságban nagy jelentősége van a biomasszának, bioüzemanyagnak. A mezőgazdaságnak megvan a potenciála, hogy hulladékanyagból hő- és villamos energiát tud termelni. Azt gondolom, hogy az új energiatörvények meghozatalával különösen kedvező helyzetbe kerül ennek az energiaforrásnak az alkalmazása. Egy kis odafigyeléssel, természetesen egy kis beruházással a mezőgazdaságban tevékenykedők ingyen juthatnak energiához, amely tiszta, ingyen van, és nagyon fontos a környezetvédelem szempontjából. Remélem, hogy a mai szakmai előadásokban fontos információkat találnak, amelyek hasznosnak lehetnek üzleti tevékenységükben, és bővíteni tudják a tudásukat. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen Jaksa úrnak a felvezetőjét, amelyben gyakorlatilag megadta a keretet a mai tanácskozásnak, és akkor áttérnék a szakmai programra,
az előadók részére 15 perces időt adtunk a prezentációkra, illetve az előadásokra, és arra kérem, hogyha ezt az időt be tudnák valahogy tartani. Az első felszólalónk az dr. Fogán Zvekovics lenne a magyar, illetve a szerb környezetvédelmi minisztériumból, aki elsősorban az új törvény keretét, illetve az új törvény mutatná be alapjaiban. Ja bi zamolio gospodina Slobana Cvetkovića da nam održi svoje predavanje koje ste kao najavili, da će biti kratak prikaz novog zakona o energetici i energetskoj efikasnosti. Izvolite. Nema tona. Tona nema. Okay. Okay. Hello from my side. It's my great pleasure to be here and to discuss with you about how we can use biomass and renewables in the Republic of Serbia, especially in our province, Vojvodina. Also, my topic today will be biogas and environment, and how we can improve environment with using or utilization of biogas energy as a clean energy sources. Do you see my presentation? Yes. Okay. We know that the energy sector is the biggest polluter of environment, and also we know that the fuel processing has huge environmental consequences to damage air, land, and water, and we have a huge effort to improve energy sector, and we discuss what is the environmental effect of energy production and using of energy. We know that we have damage to the environment in area on fossil fuel production, also in fossil fuel combustion related to the emission degradation of the environment, especially acid rain with CO2 and sulfur dioxide emission, also CFC emission from equipment for heating and ventilation, also ozone depletion, and as a global problem that is global warming with greenhouse effect related to the gases which we emit to the environment. Also, in this moment, we need energy conservation as a pollution and greenhouse reduction strategy to improve our environment. What are the efforts of international community to improve environment and mitigate the climate change? In 2015, international community adopted the Paris Climate Agreement. And what are the part and goals of that agreement? That is a long-term goal for net zero carbon century, strengthening climate action, adaptation to the most vulnerable countries, also transparency and financial support for poor countries and developed countries. Climate change are the biggest, will be the biggest problem in 21st centuries. I mentioned that the energy sector is the biggest polluter of environment. And on this slide, you can see the structure of Serbian energy sector. All, you know that we produce electricity from thermal power plants. That is about 70% of our energy plant has installed capacity from thermal power. Also, about 34% is hydropower, and 4% is combined heat and power plants. Also, we have district heating system in
58 cities with industrial system also we use natural gas. We have domestic production, but the biggest part we import of gas, especially from Russia. And in a share of energy sources, renewable energy sources are the one of the most the one of the huge contribution for clean energy comes from renewables in the Republic of Serbia. About in final energy consumption, that is about 22% in final energy consumption comes from renewables in Serbia. You know that we use fossil dominant fossil fuel energy, and we need energy transition. What does mean energy transition in Serbian case? That means shift in the sources of energy that satisfy the needs of economy and society, link with and connection with economic and technological development, connection with availability of energy, and remaining how we can use other fossil fuels on sustainable way with minimum effect of on environment. Also, we need a transition from low efficiency to high efficiency, especially in resource and energy efficiency sector. On this slide, you can see total capacity of renewable energy, especially electricity production in a period 2017-2019. And also on this slide, you can see that we have annual growth in renewable energy capacity about 166 megawatts per year in previous 3 years. Source for the this data is data from site of energy community in Vienna. My topic today will be biogas as a clean energy. Biogas is a product which is generated during the anaerobic digestion, and an organic material which transformed during this process in biogas as a clean energy sources. Biogas is a mixture, you know, a mixture of methane and carbon dioxide. About 50 to 75% is methane, and other part is carbon dioxide and other trace gases. One huge part of biogas can we use for energy production. And on this slide, you can see caloric value of biogas. What is important for biogas, especially for environment? We can use anaerobic digestion of a waste stream for biogas production, and also biogas we can use for cooking, lighting, heating, electricity. Also, we can use biogas as a bio CNG for as a fuel in transport sector in Serbia. What are the benefit of using of biogas in Serbia? What are the benefits? Anaerobic digestion is promising answer how we can improve management of municipal solid waste and prevent pollution of water sources, land, and air in the Republic of Serbia. Also, biogas is and renewable energy sources has potential to switch off other fuel sources and contributes to prevent low green greenhouse gases emission, especially to avoid methane emission to the atmosphere.
also a special product after anaerobic digestion digested we can use as a substitution of chemical fertilizer and enhance food production. We can use digested on agricultural land for food production. Also, on this way, we can improve our health and improve economy in a Serbian case. You know that the Germany is the country which has the biggest amount of biogas energy, and 2017 about 6 gigawatts comes from biogas energy in Republic of Germany. What is situation in Republic of Serbia? Sorry. Previous, I will say some words about energy potential of biomass in Vojvodina. On this slide, you can see that the primary energy potential is about 100 petajoules, and the real energy potential is 36, about 37 petajoules. A source for this data is a Sustainability Journal. The biogas, agricultural biogas in Serbia is about 85 megawatts electric power production, and a source for these data is a journal of biomass conversion and biorefinery. On in that journal you can find these articles and estimate this potential. In this moment, Serbia has production and has installed capacity about 30 megawatts, and according to our action plan for renewables, we reached target related to the biogas. What is primary energy production from biogas in Serbia in period 2013-2019? You can see that the production of biogas, primary energy production, increased in period 2013-2018. And in this moment, also you can see that this process is according to the supporting measures for biogas in the period 2013-2019. In the period 2013-2015, we had weak supporting mechanisms for biogas energy, and after 2016, we have a huge number of biogas plant, and also if you compare energy primary energy for production in the period 2013-2019, we can see that the production is 6 times greater from 2013. On this slide, you can see feeding tariffs as supporting measures for biogas energy in Serbia. We adopted that feeding tariffs in 2016. You can see that we have formulas for calculation of feeding tariffs depends on the power of biogas plant, and also initial period in year is 1,600 hours working hours. Also, this type of feeding tariffs is a good supporting measures in a period 2016-2019. What is legislation for biogas project? On this slide, we can see the legislation for biogas project, we can divide in three areas: environmental parts,
one parts also planning and construction, and third part is energy and efficient use of energy. Well, I mentioned law on environmental protection, law on nature protection, law on environmental impact assessment, also law on waste management, law on water management, and especially I want to mention IPPC law. I mentioned that this is obligatory for all biogas plant, and also law on environmental impact assessment also is obligatory for biogas project. On this slide, you can see a location of biogas plants in Vojvodina. And in this moment, biogas in, plants in Republic Serbia can we divide in two groups. First group is biogas plants as a part of wastewater treatment system. I mentioned some that is a biogas plant, let's say in Subotica, wastewater treatment or plants. Also we have in brewery in Apatin, and also brewery in Čelarevo. Breweries in Čelarevo and Apatin use and mix produced biogas with nature gas to produce hot water for beer production. Also, second group is biogas plant built on a large farms which dominantly use corn silage and manure and other product from industry and agriculture production. What are the barriers for biogas technology in Serbia? We can divide and classify these problems in several groups. First of all, that is transition in economy. In this moment, price of energy is social category. And we need a market price according to the development of economy and society in Republic of Serbia. Also, in Serbia, we have a lack of competitive credit lines, weak procedure for construction, and long term for procedures, how we can use permission for a building. And other problems are the public awareness, lack of standards, and ETS. What are our expectations related to the new law on renewable energy sources? That law was adopted in last month in our parliament. And what is purpose of this law that introduce auctions for award of premiums, create condition for development of renewable energy market, and also allow citizens and companies to produce electricity for their own consumption, and they become prosumers. Also, this law introduced possibility for the state to launch tendering procedure for a strategic partnership related to the for investment in green energy, but retain some old solutions, such as feed-in tariffs, mentioned feed-in tariffs, for small-scale facilities, power plants below 500 kilowatts, and wind power plants below 3 megawatts. That is according to RED II directive and his implementation and transposition in Serbian legislation. I hope that one part of this green color will be stay for future generation. And at the end, thank you for your attention. Okay. Hvala vam, jeste.
Hvala lepo, mislim da smo dobili jedan lep prikaz o tome u čemu se nalazimo i šta nas sve očekuje ako želimo ovaj zakon da sprovedemo i po toj dinamici kako smo to predvidjeli. Znamo da je Srbija zacrtala da će do 2040. godine 40% od svoje energetske potrošnje bi trebalo da pokrije od obnovljivih izvora energije. Mislim da smo svi svjesni koliko rada, truda i zalaganja treba da bi se to uspjelo, ali evo tu smo. Okay. Hvala. I'm ready for questions and answer from my side. Thank you very much. Okay. Nincs most kérdés. Mondjuk el, hogy akkor a kérdéseket a végén fogjuk megvitatni. Mi ćemo pratiti pitanja koje nam postavljaju i na kraju ćemo objediniti pa ćemo na kraju jedan poseban da imati samo za pitanja. Hvala lijepo. Mekke sam tam Slobodan Cvetković urna kozelodaša és csak annyit tettem hozzá, hogy Szerbia 1940-re tervezik, hogy az energia felhasználásának a 40%-át megújuló energiaforrásokból szeretné előállítani. Az előadásában az is látszott, hogy mekkora, milyen állapotban van általában az energetika Szerbiában, és mekkora erőfeszítésekre lesz szükség, hogy ezt, még a többi célokat, amit elmondott, azok valóban, hogy meg is valósuljanak. Minden esetre már ebben az egy hónapban nagyon sok érdeklődő volt, és aki itt van Szerbiában, azt tudja, úgy szoktam mondani, hogy a Viscsapolics az energetika folyik az elmúlt egy hónapban, mert ahogy közé tették az új energetikai törvényt, azóta a minisztériumban nincs nyugalom, ugyanis annyi külföldi érdeklődő jön, beruházók, szakemberek, szakértők, a magyar villamosművek is voltak itt. Ez is egy bizonyíték, hogy azért ebben a nagy energetikai átszerveződésben Szerbiában Magyarországnak lesz része is, és része is lesz. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Most pedig megkérném dr. Kovács Barnát, a BioEast kezdeményezés Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletének főtitkárát, hogy tartsa meg az előadását a lehetőségek a biomassa alapú gazdaságban. Köszönöm szépen, hallanak engem? Igen. Igen. Léptetik akkor a kollégák az irodából, vagy én? Igen, azonnal nyitjuk, és majd akkor mi léptetjük, hogy tehermentesítsük az internetet is, ön pedig mindig szóljon. Én lekapcsolom a videómat, hogy akkor az csak a hangom fog maradni. Rendben. Köszönöm, megkérem a kollégát, tegye ki prezentációs módba. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm a hallgatóságot, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és megpróbálok eleget tenni. Én Brüsszelben élek, itt vagyok ennek a BioEast nevű kezdeményezésnek a főtitkára, és a Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletén ülök, itt van az irodája ennek a titkársága, meg az irodája ennek a kezdeményezésnek. Kérem az első szlájdot, léptessük. Talán onnan indítanám a beszélgetést, én egy kicsit tágabb értelemben fogok beszélni a biomassa alapú gazdaságról, hogy mi is hiányzott egy pár évvel ezelőtt a kelet-közép-európai országokban. Hogyha itt ránézünk erre az első térképre, akkor az látszik, hogy a zöld részeken gyakorlatilag azok a tagországok vagy országok elkezdtek gondolkodni abban, hogy a biomassa alapú gazdaságot stratégia mentén építsék fel. Nem csak a biomassa alapú gazdasági stratégiában, hanem biomassa alapú gazdaságot érintő kutatás és innovációs stratégiában is gondolkodtak. Most ha ránézünk erre a térképre, egy pár évvel ezelőttről van, 2018-ból, akkor még a kelet-közép-európai országok gyakorlatilag beleértve ide a nyugat-balkáni országokat is szürke zóna, ami azt jelenti, hogy nincs biomassa alapú gazdasági stratégiában való gondolkodás. Ezzel a céllel indítottuk útjára a Visegrádi négyek kezdeményezésével, tulajdonképpen Magyarország vezetésével kezdeményezésemre azt a BioEast nevezetű kezdeményezést, ami tulajdonképpen azt akarja, hogy egy tudás alapú mezőgazdaság, erdő és vízgazdálkodás alapú biomassa alapú gazdaságot építsünk közösen. Ehhez csatlakozott, és lehet léptetni közben a szlájdot,
11 ország, és ma már a Baltikum, tehát a három balti ország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária társaságában 11 közép-európai ország vesz részt ebben a kezdeményezésben. Mi is a célunk? Egy fenntarthatóság alapú nemzeti stratégiáknak a létrehozását, tehát biomassa alapú gazdasági stratégiák, ugyanakkor az uniós kutatási forrásokhoz való erőteljes, sikeresebb fellépést és ennek az elősegítését. Hogy mit is értek ez alatt a következőkben, kicsit jobban ki fogom bontani, és nem a BioEase kezdeményezésről fog beszélni, mert nem ez a célom tulajdonképpen, hanem egy kicsit kontextusba helyezni azt, amiről önök is beszélnek. Következő szlájdot kérem szépen. Maga a kezdeményezésről még annyit mondjak el, hogy a 11 ország tematikák szerint tárgyalunk a minisztériumok és kutatóintézetek, tehát agroökológia, bioenergia és egyéb hozzáadott értékű termékek, élelmiszerrendszer termékcsoport, az erdő és erdőértéklánc termékcsoport, valamint az édesvíz alapú, biomassz alapú gazdaság tematikákban. Ez a 11 ország minisztériumai közösen tárgyalnak és közösen vetítünk fel a jövőre vonatkozó tematikákat. Ugyanakkor kiemelném, hogy a nyugat-balkáni országok is megfigyelő státusban vannak. Először is Szerbia kezdeményezte, hogy legyen tagja a kezdeményezésnek, de még egyelőre megfigyelői státusban van jelen. Volt nekünk 4 politikai nyilatkozatunk, ahogy mondtam, mi tulajdonképpen miniszteri szinten, tehát a miniszterek egyeztetnek a visegrádi 4 kezdeményezés, a visegrádi 4 elnökség alatt, és ilyenkor szokott felkerülni tulajdonképpen a biomassa alapú gazdaság témaköre is. Nem mennék bele, mert a többi rész nem érinti a mai megbeszélést, csak jelezném, hogy tulajdonképpen Európai Uniós szinten az Európai Biomassa Alapú Gazdasági Stratégia 2018-ban hivatkozik a BioEase kezdeményezése, mint egy nagyon fontos kezdeményezés. Ugyanakkor az Európai Unió tanácsának voltak határozat következtetései, és ebben 2019-ben és 2020-ban is pozitív példaként és követendő példaként hivatkozik a BioEase kezdeményezésre, amiben 11 ország vesz részt. Kérem a következő szlájdot. A célkitűzéseinkről csak nagyon röviden mondok, együttműködést szeretnénk, tehát építeni a hálózatot a kelet-közép-európai országok között, ami tulajdonképpen nagyon gyerekcipőbe jár még, nem csak a minisztériumi kapcsolatok, hanem a kutatás, kutatóintézetek, tehát a tudás alapú információs hálózatok kiépítése. Kutatási prioritásokat szeretnénk állítani, ami a mi régiónkra, tehát erre a régióra vonatkozik, és hogy be tudjuk tulajdonképpen csatornázni az Európai Uniós szintére, hogy melyek azok a kutatási témák, ami számunkra fontosak. Szinergiák és különböző forrásoknak a felvázolása és tulajdonképpen a megkeresése, és tulajdonképpen azt mondanám, hogy egyáltalán az awareness raising, tehát egy tudatosság kiépítése úgy a társadalom szintjén is. Következő szlájdot kérem, mert nem szeretnék itt sok időt tölteni. Talán ott kezdeném, hogy ha fenntarthatóságról beszélünk, és egyre jobban beszélünk az elkövetkezendő években, és amit az Európai Unió is előre vetít azzal a javasolt zöld megállapodással, ami most már gyakorlatilag nagyon sok stratégiában testet ölt, ezek a stratégiák, ha a szennyezőanyag kibocsátása, a szállítás, a mezőgazdaság, a termőföldtől a fogyasztóig stratégia, de vehetem az energiastratégiát, az iparstratégiát, a tiszta és biztonságos energia létrehozását, minden stratégia gyakorlatilag valamilyen szinten épít arra, hogy biomasszát kell felhasználni. Tehát gyakorlatilag a tudományos körökben már elfogadott, hogy ahhoz, hogy mi elérjük azt a kitűzött célt, hogy 2050-re semleges legyen az Európai Unió tagországai, valamilyen szinten szükségünk van a biomasszára. Természetesen az nagy kérdés, hogy hol és mire, is erre szeretnék kitérni a következőkben. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ezt a fenntarthatóságot, egyfelől nagyon fontos és kiemelni
kiemelném, hogy előfeltétele annak, hogy elkezdjenek gondolkodni a tagországok, és ezt talán itt kell elmondanom, hogy amiket én most itt mondok, és maga a BioEast kezdeményezés is nem azt jelenti, hogy a 11 kelet-közép-európai ország, Magyarországot beleértve élvonalba járunk, hanem gyakorlatilag próbálunk mi is felzárkozni a fejlettebb tagországokhoz. És nekünk is még sok minden, amit még itt elmondok, az még új, és ebben, de az biztos, hogy ebben az irányban mozgunk, és ebben az irányban próbáljuk a saját gazdaságainkat irányítani. Tehát egyfelől előfeltétele, hogy kiválóság alapú kutatási programokba vegyünk részt, ilyen az Európai Uniónak a Horizont Európa nevű kutatásprogramja, ami gyakorlatilag a második legnagyobb alap, a 100 milliárd eurót költ el az elkövetkezendő 7 évben, és ebben a nyugat-balkáni országok is bizonyos részben részesülhetnek és részt vehetnek. És nemzeti szintű fenntartható és körforgásos biomassz alapú stratégiai gondolkodást kell kiépítenünk. Kérem a következő szlájdot. Itt engedjék meg, hogy egy kicsit belemenjek, és talán képes leszek azt elmondani, hogy miért is fontos, és hogyan érdemes gondolkodni, főleg, ha valaki befektetésbe gondolkodik ma a biomassz alapú gazdaság területén. Ha megnézik a zöld háromszöget, akkor az alján a legalsó sor, ott, ahol a legkevesebb a hozzáadott érték a biomasszához, az tulajdonképpen az első generációs üzemanyagok, fatermékek, papír, az energiafűtés, akkor, amikor én azt mondanám, hogy elégetjük a biomasszát. Nagyon fontos ezt látni, és kiemelem, hogy a hozzáadott érték fönnebb teremtődik meg. Tehát akkor, amikor nem már elmozdulunk arról, hogy elégetjük a biomasszát, hanem előtte, úgymond a kaszkád felhasználásba megpróbáljuk a biomasszát úgy értékesíteni, hasznosítani, hogy a hozzáadott értéket a különböző szinteken hozzáadjuk, és ami marad, az megy biogáz égetés valamilyen szinten az energiaszektorba. Félreértés ne essen. Itt csak azt szeretném mondani, hogy az elmúlt évtizedekben Nyugat-Európában is talán nem mondanám azt, hogy elkövették a hibát, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy tudom, hogy a franciaországi, németországi példákon, hogyha befektet valaki egy első generációs biofinomítóba, ami üzemanyagot termel, az 10-15 évre leköti a forrásokat. Ami azt fogja feltételezni, hogy ha egy új technológia jön ki, nagyon nehezen tudnak rákapcsolódni. Márpedig itt most arról van szó, hogy az elkövetkező, az már az elmúlt, én azt mondanám 5 évbe, vagy közel 10 évbe, és az elkövetkezendő 5-10-15 év teljesen új technológiát fog hozni, és ezért nagyon fontos, amikor eldöntik, hogy mibe fektetnek, főleg, ha ez egy alapfokú energia célra megy el, hogy kötik le a forrásaikat. Ugyanez az ábra azt is mutatja tulajdonképpen, hogy mennyire van szükség, amellett, hogy elkezdnek gondolkodni a biomassza hasznosításával, fenntarthatósági rendszerbe, szükség van gondolkodni kutatás és innovációba. Szükség van gondolkodni abba, hogy egyre nagyobb, természetesen nagyobb befektetést igényel a kutatás és innovációs téma ahhoz, hogy a hozzáadott érték is növekedjen a biomasszán. Ugyanakkor meg, ami itt látható, az talán még az, hogy a társadalom és a környezeti haszon is csak akkor nő, hogyha ennek a biomasszánkat tulajdonképpen a legnagyobb hozzáadott értékkel hasznosítjuk. Erre talán később is visszatérhetünk, csak mindenképpen gondoltam ezt elmondani, ami még kiemelnék, hogy a középső szintek ebből a háromszögből az, ami hiányzik Kelet-Közép-Európában. Van egy nagyon erős élelmiszeriparunk, vagy a legtöbb országban erős élelmiszerfeldolgozás, és van egy energia célra való eltüzelés, és hiányzik belülről a vegyipar, az ipari hasznosítás. És gyakorlatilag nem csak az európai szinten, hanem világpiacon is ma, ahol várjuk az elmozdulást, meg nem, hogy várjuk, hanem meg is fog történni, az tulajdonképpen a vegyipar. Tehát a vegyiparban lesz, és erre még egy kicsit később hozzá kitérek, szükség arra a szénre, amit a biomassza tud nekünk adni. Kérem a következő szlájdot.
Tulajdonképpen, amit itt szeretnék mutatni, hogy összekapcsolódik egy biofinomítási, egy biomassa alapú gazdasági modell. Megvan a biomassa termelő, a biofinomító, az ipari alkalmazások és a fogyasztási cikkek. Na most nekünk, amit Kelet-Közép-Európába építeni kell, és szükséges végig gondolni, hogy mi az a biofinomító és ipari alkalmazások rendszere, amiben mi hosszú távon gondolkodunk, aminek természetesen része kell legyen az energia is, az energiaszintű hasznosítás is, de része. Tehát nem az a végső cél, hanem tulajdonképpen egy olyan, úgy mondanám, körforgásos vagy bizniszmodellbe kell gondolkodni, amiben kis részt hozzáad az energia célú hasznosítás, de ott kell legyen az a modell, amiben többféle inputot, és itt kitérnék arra, hogy nem feltétlenül gabonára vagy tiszta fára kell építeni, hanem itt hulladék gazdaságot kell építeni, tehát a hulladék feldolgozásra és az ebből kinyerhető többféle termékre kell gondoljunk, nem csak egy etanol vagy egy energia, hanem itt lehet több vegyipari termék, amiben érdemes gondolkodni. Kérem a következő szlájdot. Itt térnék vissza tulajdonképpen arra, amit az előbb is már finoman említettem, hogy az elkövetkezendő éveknek, évtizedeknek a célja, hogy egyfelől az energiaszektort dekarbonizáljuk, tehát leépíteni a szenet. És ebbe az irányba elindultak az európai és a fejlett országok. Másfelől meg az ipari, az iparban használt fosszilis anyagokra épülő szenet helyettesíteni, tehát ez a renewable carbonnal, tehát a megújuló szénforrásokkal. És itt van szerepe tulajdonképpen a biomasszának, hogy azt a szenet, amit mi kiveszünk, mert tulajdonképpen nem minden procedúrán tudjuk szénmentesíteni, ilyen nincs. Tehát tulajdonképpen mi a szenet cseréljük ki, a szénatomot cseréljük ki a különböző folyamatokba, a szénatomot cseréljük ki azokban a foszilis szénnel, a biomassa alapú szénre, vagy akár jöhet más helyről is a szén, de erre most nem térnék ki. Tehát itt jön be a megújuló gondolkodás. És nagyon fontos, hogy elkezdjünk abba gondolkodni, hogy az energiaszektor dekarbonizáljuk, más ipari részeket pedig megpróbáljuk a renewable, tehát a megújuló szénnel helyettesíteni. Köszönöm, kérem a következő szlájdot. Ezt a képet azért hoztam ide, szoktam mutatni a kelet-közép-európai országoknak is, hogy az utóbbi év, ez a tulajdonképpen a kép az azt mutatja, hogy milyen biofinomítók épültek az elmúlt pár évben kelet-közép, tehát tulajdonképpen Európában. És azok a szürke pontok, ami a szürke, és ott látszik igazán, hogy azok az új modern típusú biofinomítók, amelyek gyakorlatilag Nyugat-Európában épültek meg, és majdnem teljesen hiányoznak Kelet-Közép-Európából, és nem beszélve a Nyugat-Balkánról. Azok a modern biofinomítók, ami tulajdonképpen több inputból és több outputtal dolgozik, tehát több bejövő forrást használva, úgymond biomasszát használva, tehát többféle biomasszát használva, vagy biológiailag lebomló hulladékot, és többféle outputot ad ki, tehát nem csak energiába gondolkodik, hanem vegyipar, ipari termékekből is, annak is egy szélesebb válaszkeret. Na, ebben nagyon le vagyunk maradva, és ez az, ami a jövő fele mutat, és ez az az irány, amiben érdemes gondolkodni. Ennek ellenére viszont nagy szükségünk van a tudásra, és nagy szükségünk van a kutatás és innovációra. Kérem a következő szlájdot. Itt tulajdonképpen nem léphetünk, nem megyek ebbe bele hozzáadott érték. Mit mondhatok el a kutatás és innovációs programról? Ez néha nem szokott itt bejönni, vagy nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem érdemes gondolkodni ebbe. Azért fontos kutatás és innovációba és tudásban gondolkodni, mert nagyon gyorsan változik a biomassa alapú gazdaság körüli technológia. Gyakorlatilag az elmúlt 7 évben az Európai Unió közel 6 milliárd, helyesebben közel 8 milliárd eurót költött el kutatás és innovációra ebben a téma, csak ebben a témában biomassza alapú gazdaság, ami nem most, hanem egy pár éven belül lesz nagy hatással a piacra. Ami következik, az új kutatási periód, tehát az új program, ami mostantól indul 2021-27, gyakorlatilag ez 9 milliárd euróra nőtt a kutatás és innováció biomassza alapú gazdaság témakörben. Ide értem természetesen az agrár, erdő és egészen az ipari és az energiafelhasználást, tehát a biomassza alapú gazdaság körében. Ugyanakkor meg van egy widening része, amit úgy hívnak, hogy widening and
a programnak, az Európa, a Horizont Európa programnak a része, ahol egy 3 milliárd eurós költségvetés van előkészítve, ahol kimondottan Nyugat-Balkánt is várják, a nyugat-balkáni entitásokat is várják, hogy részt vegyenek, de a hatodik klaszterben is részt vehetnek ezek az entitások. Miért fontos ez? Azért, mert tulajdonképpen a kutatás és innovációba való befektetés nélkül csak olyan technológiákat tudunk megvásárolni, ami már kész van, és ha ezekbe fektetünk, akkor lehet, hogy egy-két éven belül, vagy néhány éven belül váltani kell, ami nagyon nehéz, és nem lesz ott a lehetőség. Ezzel van előbbre talán Nyugat-Európa, hogy ők a kutatás és innovációt is viszik a piaci alapú fejlesztéseik mellett. Kérem a következő szlájdot. Egy kicsit a magyar biomasz alapú gazdaságról beszélnék, de azt hiszem, hogy a Szekér Klára kolléganőm erről fog beszélni, úgyhogy én nem venném el tőle a kenyeret, nem tudtam, hogy utánam is beszél, úgyhogy ezt akkor nem mondom el. Következő szlájdot kérem szépen. Nyugodtan mondd el, Barna. Nyugodtan, mert nem erről fogom Jó, beszélni. Jó, akkor visszaléphetünk egy szlájdot. Én nagyon röviden csak kikerestem, itt a minisztériumos kollégákkal egyeztetünk, mert Magyarországon épül a biomasz alapú gazdasági stratégia. A néhány fókuszpontját emelném ki, a biomassa termelési potenciál megóvása, erősítése, tehát itt tulajdonképpen ott kell kezdjük az építését a biomassa fenntartható biomassa alapú gazdaságnak, hogy elkezdünk gondolkodni, hogy a talajban megtermelt növény, a biodiverzitás, a fenntartható termelés, tehát ennek a monitoringja a biomasszának, hogy mennyi biomasszánk van, ennek a felmérése, vagy potenciálisan mennyi lehet fenntartható módon, ezt fel kell mérjük. Biztonságos élelmiszerrendszereket kell kiépíteni, az erdészeti alapanyagok hasznosítása, ugyanakkor akkor a hulladék és a szerves biomassa ipar és energetikai célú felhasználása, a kutatás és innováció fejlesztése lenne, és tulajdonképpen, ami elmaradhatatlan, itt mindig utolsó sorba szoktuk mondani, de azt hiszem, hogy elő kellene venni az első sorba, ez a szemléletformálás, mert bizonyos technológiák, bizonyos lehetőségek, ha nem kezdjük bevonni a társadalmat már az első pillanattól, akkor nem fogják érteni, hogy mi történik, és elutasítóak lesznek, ami talán nem az ideális állapot, hol tudjuk, hogy el kell kezdeni beszélni a társadalommal a megoldásokról. Azt hiszem, hogy itt megállok, köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket, ha mennyiben lesznek. Köszönöm szépen a nagyon érdekes és színvonalas előadást, és azt gondolom, hogy itt így, amit első gondolatom az, hogy gyakorlatilag amit Brüsszel lát, a nagy képet, most ezt kellene országunkét lebontani, és minden ország valahogy megcsinálja a kis fejlesztési programját és kutatási programját, és talán így lehetne valami összhangot teremteni, mert szerintem akkora különbség van mondjuk a balkáni országok között és a többi európai ország között, hogy ez valóban egy ilyen programmal átidalni, hát az valóban ember legyen a talpának, ezt végigcsinálja, úgyhogy a végén legyen valamilyen összhang. Nagyon szépen köszönöm, megpróbálom szerdán elmondani egészen röviden. Pokszacsodám, én spicsámra szokszkom, most tájékozfodin rekord, jsem řekl, že je o sigurno jednotky ušní predávání danas, za to, že nám je praktično otvorio takve vidike koje do sad nismo imali prilike da čujemo. Zove se BioEast inicijativa koja je potekla od Varšavske četvorice i praktično preko njih prvo su bili, znači četiri članice su bile, sad ima 11 članica. Srbija još nije među njima, ali je na dobrom putu, u statusu je posmatrača. Suština je da sva naučna i inovativna istraživanja koje se dešavaju u službi razvoja biomase, da se koordinira među tim državama, među ministarstvima i naučne institucije isto da koordiniraju, i da se kao rezultat toga dođe do održivog razvoja u biomasi. Suština je dekarbonizacija na dva načina. Jedan je naravno da se oslobodimo uglja i uopšte korištenja uglja u hemijskoj tehnologiji.
što je nemoguće 100% uraditi, ali da se što više oslobodimo, a drugo da zamenimo sa bio ugljem i da, na taj način da pronalazimo nova rešenja. Ono što sam još zabeležio da je u protivnom periodu Evropa na ovo potrošila 8 milijardi eura u sljedećem, na ta naučna istraživanja u vezi biomase, a u sljedećem periodu od 21. do 27. godine predviđeno je 9 milijardi eura. E sad ja ne znam u Srbiji ko je u kontaktu sa Bioistom, ali vjerojatno čim je gospodin rekao je da je Srbija sad u fazi posmatrača, da je to u toku, da se pridružimo i da mi budemo isto deo tog cijelog sistema. Evo, otprilike ovo je bilo. Ako ste zainteresovani da direktno stupite u kontakt sa gospodinom Banom Bovačom, da ćemo mi to da, naravno, da vam, zato smo tu da vam obezbedimo u budućnosti da napravite kontakt i da sarađujete. Još jednom puno hvala gospodinu Kovaču. I sada bi zamolio našu koleginicu koja je stalno prisutna na našim događanjima, gospođu Seker Plaru iz ambasade Mađarske u Beogradu. Mošpeg je Turkijenem Seker Plara Silija, svojim to je Mađarosag i Beograd, Mađarosag, Mađarosag, Beograd, a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomatát, hogy mondja el a zöld gazdaság szerepe Magyarországon című előadását. Tessék! Nincs hang. Most nem tudom, hogy én osztottam meg? Én osztottam meg, ugye? Igen. Igen. Igen, igen. Jó. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit Magyarország Belgrádi Szövetsége nevében. Szeker Klára vagyok, mezőgazdasági és környezetügyi attasé, és azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy a zöld gazdaság helyzetéről, szerepéről beszéljek Magyarországon. Nem tudok léptetni. Misi, nem megy a léptetés. Igen. Akkor ez nem az, ugye? Van csak hogy léptessen. Léptessen, jobbra nyílva, simán léptetés. Jobbra nyílva, simán. Nem megy. A fókusz jó ablakon van? Kell, hogy legyen a prezentáció ablakán. A prezentáció ablakon van? Igen. Jó, nem baj. Nem baj, akkor mondom. Osszuk mi meg, megosszuk mi akkor is. Nem baj, nem olyan fontos. Nem olyan fontos, mondom így. Tehát tulajdonképpen ez a zöld gazdaság, ez egy rendkívül tág fogalom, és a gazdaságnak minden területét magába foglalja, úgyhogy nagyon nehéz feladat ez, hogy itt egy 15 perces előadás keretében az ember ezt teljesen áttekintse ezt a témát. Tulajdonképpen mi is az a zöld gazdaság? Hát én, amióta a környezetvédelmi szakmában vagyok, azóta mindig csak a fenntartható fejlődésnek az alappilléreit látom újra töltve különböző programokban. És tulajdonképpen ez a zöld gazdaság is azt célozza meg, hogy hogyan tudunk fenntartható módon gazdálkodni az erőforrásokkal, közben csökkenteni a környezet terhelését, illetve mindezt úgy megtenni, hogy közben szociális jólétet, társadalmi igazságosságot teremtsünk. Mehetünk a következőre. Igen, ezen is túl vagyunk már.
Na most hol is áll Magyarország ebben, ezen a területen? Hát van egy Global Green Economy Index, ami szerint Magyarország a nem is olyan rossz helyen, a 43. helyen szerepel. A legelső országok ezen a listán azok, akik a leginkább ökoinnovatívabbak és környezettudatosak, ugye Svédország is itt Szerbiában a legnagyobb környezetvédelmi donor, ők koordinálják az egész nemzetközi közösségnek a környezetvédelmi programjait. Szerbia jelenleg a 126. helyen áll, ami hát lássuk be, hogy valahol tükrözi azt a helyzetet, ami jelenleg van, tehát azt, hogy rengeteg feladat áll előttünk. A szerb kormányzat meghozta azt a döntést korábban, hogy különveszi a környezetvédelmi tárcát az agrártárcától, ezzel is demonstrálva azt, hogy ennek a területnek egy nagyon fontos szerepet szánt. Lapozhatunk egyet. Ugye az Európai Uniós szinten a Green Deal, az európai zöld megállapodás az, ami mindennek az alapja. Ugye ez, amit már korábban mondtam, hogy az erőforrások hatékonyabb felhasználását célozza meg, illetve a biológiai sokféleség helyreállítását és a környezetszennyezés csökkentését, úgyhogy ezáltal elérjük azt, hogy 2050-ig az Európai Unió klímasemleges legyen. Ebben a munkában minden ágazatnak részt kell vennie. Legfontosabb ugye az energiaágazat széntelenítése, a közlekedési szektornak a zöldítése, mind a tömegközlekedés, mind a személyközlekedés területén, az épületek energiahatékonyságának a javítása, környezetbarát technológiák bevezetése, az ökoinnováció előmozdítása, és alapvetően a világszintű környezetvédelmi szabványoknak a javítása lapozhatunk. Miért is van erre szükség, miért akar az Európai Unió ennyire igyekezni ezeken a feladatokon? Hát leginkább azért, mert energiaforrásokban szegény kontinens révén évi 600 milliárd eurót költünk energiahordozók importjára, ami tulajdonképpen az energia szükségletnek a felét teszi ki. És 500 milliárd eurót pazarolunk el évente a különböző módon elveszített energia miatt. Ebből is legjelentősebb az épületek energetikai állapota, amivel 40% vészel, és a többi a közlekedés, az ipar teszi ki. Az épületekben felhasznált energia kétharmad részét a fűtés és a hűtés teszi ki. Magyarországon ugye ide raktam egy adatot, hogy itt évente a rossz energiahatékonyság miatt 9,2 milliárd forintot engedünk ki az ablakon. Kérem a következő szlájdot. Ugye Magyarország energiaszektorának a zöldítése az egy kitűzött cél. Jelenleg Magyarországon az energiamérlegben 11% az, ami megújuló energiákból származik. Ezen belül a legjelentősebb a biomassa felhasználás, egyre jelentősebb szerepet kap a napenergia. A szélenergia az tulajdonképpen a kihasználatlanság miatt gyakorlatilag 2006 óta nem történt újabb szélenergiapark kiépítése, úgyhogy ez kevésbé számottevő, illetve a geotermikus energia, ami szintén a nemzeti stratégiának egy kardinális része, a geotermikus energia kihasználása, illetve a különböző hulladékokból származó energia. Kérem a következő szlájdot. Ugye
A 2020-as évben több jelentős dokumentumot fogadott el a kormány, egyrészt a Nemzeti Energia és Klímatervet, majd a Nemzeti Energiastratégiát, illetve miniszterelnök úr meghirdette a Klíma és Természetvédelmi Akciótervet. Tehát kormányzati szinten nagyon jelentős támogatottságot kapnak ezek a fejlesztések. És terveink azok, hogy 2030-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását 40%-kal csökkentjük, 2030-ra az áramtermelés 90%-a széndioxidmentes legyen, illetve a megújuló energia arányt 2030-ra 21%-ra növeljük, a jelenlegi 11-es statisztikák szerint 11,5%-ról. Illetve 2050-re mi is szeretnénk elérni a karbonsemlegességet. Kérem szépen a következőt. Hogyan kívánjuk ezt elérni? Egyrészt a fokozatos szénkivezetéssel, aztán a nukleáris kapacitások szinten tartásával, illetve a megújuló kapacitások drasztikus emelésével. Ezen belül, mint ahogy már említettem, a prioritások a biomassa dominanciájának a fenntartása, a napenergia kapacitások további növelése, a közlekedés zöldítése és a távhőszektor modernizálása. Ezekről egy kicsit bővebben, ugye a biomassa tekintetében beszélt erről Barna, hogy hát a hőenergia felhasználáson kívül nagyon fontos lenne a kutatás innováció ahhoz, hogy más magasabb hozzáadott értékű termékeket vegyünk ki a földből. Hát Magyarországon az energiafű és a gyorsnövésű energiaerdők jöhetnek számításba, erre óriási nagy potenciál van. És az Agrárminisztérium egy óriási erdősítési programot hirdetett meg, amelyre igen jelentős telepítési, illetve jövedelempótló támogatásokat is biztosítanak, amivel gyakorlatilag megdupláztuk, illetve tehát az utóbbi. Ezt nem tudom, ezt az adatot, de megdupláztuk valamihez képest a erdősültségünket. Bocsánat, kérem szépen a következő szlájdot. Ugye a napenergia kihasználásának terén az utóbbi időben óriási nagy fejlesztések történtek. A célunk az, hogy a következő 10 évben háromszorosára nőjön a kapacitás, és 2035-re 200 ezer háztartásnak legyen tetőre szerelt napeleme. 2020 végén már közel 80 ezer darab háztartási kiserőmű volt Magyarországon, melynek a zömét természetes személyek telepítették. Ugye a korábban használt kötelező átvételi, vagyis a KÁT rendszer 2017-ben megváltozott, ezt leváltott egy metán rendszer, amely keretében 2017 és 26 között összesen 45 milliárd forint éves támogatás osztható ki. Igen, köszönöm. Ugye említettem korábban, hogy a közlekedés zöldítése az is egy kiemelt kormányzati cél. Ugye az elektromos autók vásárlásához nyújtott támogatással Magyarország volt a tavalyi évben az Európai Gépgyártók Szövetsége szerint az ország, ahol a legtöbb gépkocsi, elektromos gépkocsi vásárlás történt Európában. Elindult a mikromobilitás felé történő nyitás, tehát az, hogy nem csak a gépkocsi vásárlás, hanem az elektromos motoroknak, tehát a kisebb mértékű elektromos közlekedési eszközöknek a vásárlását támogatják, illetve elindult egy nemzeti busz-stratégia, aminek az értelmében 2022-től csak elektromos buszok beszerzésére nyerhető el majd támogatás a 25 ezernél nagyobb településeken.
Erre 36 milliárd forintos keret van, és 50%-os támogatást ad. Ugye a geotermikus energiában Magyarország rendkívül gazdagon ellátott, ennek 10-15%-a hasznosul. Hát ugye ezzel egyrészt a hátrány az, hogy van egy olyan geofizikai kockázata a naperőművekhez képest, hogy lehet, hogy a kezdeti fúrásoknál nagyon sok forrást igényel, és nem biztos a sikere, hogy ott tényleg találnak valamit. Előnye viszont az, hogy nem függ az időjárási viszonyoktól, és folyamatos az energia nyerési lehetőség. Káros anyag kibocsátása pedig nagyon alacsony. Itt két sikeres hazai projektről tudok beszámolni, az egyik a Szentlőrinci geotermikus távfűtőmű, a másik pedig a Turai geotermikus villamos erőmű. Kérem a következőt. Ugye itt a zöld távhő program fejlesztése szintén egy kormányzati cél. Itt szabályozhatóvá kell tenni a távfűtött lakásokat, és költségosztókat kell felszerelni. Akkor az előbb említett, hogy mondjam, beruházási kockázatoknak az elkerülésére egy ilyen geotermikus kutatási kockázati alapot hoznak majd létre. Energiahatékony és megújuló távhőprogram kidolgozása és megvalósítása a cél, illetve az innovatív megoldások alkalmazását segítő szabályozó környezet kialakítása. És hát tényleg rengeteg mindenről lehetne beszélni, de talán ami ide vonatkozik és fontos még, az a nyugat-balkáni zöld klíma alapról szeretnék egy pár szót szólni, amit arra hoztak létre, hogy Magyarország a innovatív cégein keresztül tudásexporttal és technológiaexporttal segítse a nyugat-balkáni országok éghajlatvédelmi céljainak a megvalósítását és a zöld gazdasági átállást. Ez a zöld beruházási alap, amit létrehoztak, ez egy 4,5 millió eurós kerettel gazdálkodhat az első két évben, amit tavaly kezdődött, 2020 és 2021-ben. A kedvezményezett országok azok gyakorlatilag mind a hat nyugat-balkáni állam. A projekteknek a célja az a cél, tehát támogatható területek a megújuló energiaforrások, az ivóvízgazdálkodás, szennyvíz, hulladékkezelés, városi fenntarthatóság, erdőgazdálkodás, mezőgazdasági alkalmazkodás. Elmondhatom, hogy az első két eddig meghirdetett pályázaton nagyon nagy volt az érdeklődés, és a leginkább Szerbiára vonatkozó projektjavaslatok érkeztek be az irodához. Mindegy, hatszoros volt a forrásokhoz képest a túljelentkezés. 2021-ben várhatóan további két pályázatot hirdetnek meg, a következő az azt hiszem, hogy júniusban, június során lesz meghirdetve, hasonlóak lesznek a pályázati feltételek, mint eddig voltak. És szívesen megpróbálok válaszolni bármilyen kérdésre. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Biztos, hogy lesznek kérdések. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ha az előző előadásnál dr. Kovács Barna elmondta azokat az irányvonalakat, amelyek így kivetítődnek Európára, akkor most láttuk azt, hogy Magyarországon, ami a 43. helyen van, hogy valósulnak meg ezek az elképzelések, milyen ütemben, milyen dinamikával, és hogy a zöld Balkán alap az pedig majd átfolyik valami Szerbiába is ebből az egészből, és segíteni fogja Szerbiát, hogy a 126. helyről valahogy megközelítse a 43-at először, és aztán majd
Na, és ez mind 2050-re, röviden elég összefoglalva. Hát lehet, hogy humorosan tűnik, de ez nagyon komoly. Nagyon komoly dolgok vannak mögötte. Veľmi ďakujem sa mu prvé, že to je gospodia sekretára iz ambasáde Maďarske nama iznela. Ona je to šest za poljoprivredu za zaštitu čovjekov okoline. I praktično predstavila nam je gde se nalazi Maďarska u toj ideji koju je malo pre ispričao nam gospodin Kovač Barna. Maďarska se nalazi na 43. mestu. I navela je sve koliko su sve već uradili da bi deo tog velikog plana mogli da realizuju. A Fond za zelenu klimu Zapadnog Balkana je praktično fond preko koje će Mađarska pomagati i pomaže već Srbiju sa tehnologijama, sa znanjem, sa inovacijama i tako dalje, tako da je, ali Srbija je sad na 126. mestu, što se toga tiče, tako da otprilike vi, pošto ste iz struke, tačno znate o čemu govorim, kažem, možda je i smešno, toliko i tužno, jer vidimo koliko posla je još pred nama da stignemo, da nešto uradimo od svega ovoga. Otprilike to bih rekao, sad ako želite saradnju sa Klarom, vi sarađujete, je li Klara? Klara i vi sarađujete sa Klarom, ne? Ako ne, onda će od sada sarađivati. Ako majde, onda majde i nam god komunikacije. To je sad tek majmo što kaj djupnje kodeš. Lehat i to za okolo. Ko sam sipen. Naravno. És akkor a végén lesz majd, a végén jönnek a kérdések. A következő előadom dr. Deák Tamás, a Magyar Biopolimer Szövetség elnöke, aki megtartja az előadását a biopolimerek és a biomassa a körforgásos gazdaságban címmel. Ő angol nyelven fogja megtanítani, vagy megtartani, hogy egy kicsit szolidaritást vállal a szerb előadóinkkal is. Good afternoon, everybody. I hope you can hear me well. Yes. I'm Tamás Deák. I am speaking on behalf of Biopolymer Kft. On one hand, and on the other hand, the Hungarian Biopolymer Association. The Biopolymer Kft. Was established 2 years ago. Our basic goal is to provide solutions, knowledge and raw materials for producers regarding bioplastics. We have basically two main goals. One goal is that all the materials we sell or produce should be from renewable sources. So there should be no oil-based or not renewable-based raw material that we are using, or at least very, very few. And on the other hand, all our materials should be compostable and be used in any kind of recycling system or solution without any problems. So it should not contain any component that causes any problem in the compost or it makes using the waste as a compost impossible. Recently, the Hungarian Biopolymer Association was formed at first by these three companies, as you see here, the Proficomp. ZRT is specialized on industrial composting. Their involvement is important on one hand due to their huge experience with biomass and composting, and also they are already able to use biopolymer and within that PLA waste in their processes. Hajdúföld is of course an agricultural company, but they also intend to
broadener activities in the plastics industry, but strictly within the biopolymer industry. So this means, in their case, biopolymers, and then the biopolymer KFT is the third partner right now. So we can say that these companies are covering every aspect of manufacturing, processing, and reusing biopolymers. And also our goal is lobbying and making biopolymers more accepted and known within society. Generally, those biopolymers I'm talking about have many similarities with the traditional oil-based plastics. The most important differences are that they are produced from renewable sources. And of course, this means that producing these materials involves the locking or absorption of carbon dioxide from the atmosphere. Incinerating them does not produce additional carbon in the atmosphere. I mean, this means all the carbon cycle, including the entire process. This is valid from this point of view. And either composting or in the worst case, I mean, really the worst case scenario, if these end up, for example, in landfills, it does not produce dangerous or toxic waste. So generally, it is much more environmentally friendly compared to traditional plastics. Basically, this represents the complete carbon cycle of biocomposites. So of course, carbon dioxide is absorbed in the plants, which are the raw material of biopolymer production. And then biopolymer products in themselves can be recycled. So the waste management of biopolymers does not include only composting, but any other kind of waste management is possible, what is possible also for traditional plastics. And then, of course, composting, or in the worst case, incineration and using it as an energy source is also possible. And but in any case, the carbon cycle is restarting from this point. Regarding the waste management, I will tell you about this in some more detail soon. So here you can see the different levels of waste management in plastics. Of course, landfilling and leakage. So this, of course, means that the waste is in the environment without any control. These are the worst options. And yeah, as you can see, there are different preferred levels in this system. And of course, the goal is generally to reach an as high level in this as possible. And this organic recycling is an additional possibility of recycling plastics, which is valid for the biopolymers. One possibility is, of course, anaerobic digestion and composting. And there is one additional very important possibility. This is home composting. Those biopolymers that can be composted in not in industrial circumstances, but in the land. So then composting these can be performed even in households. Unfortunately, right now, those biopolymers that can be used for this
have a very low proportion within the entire production, because of course the properties of biopolymers that can be composted in these circumstances are not very good originally, because easy composting means, of course, that the properties of the material are relatively weak when they are already new. But for example, for mulch films or similar agricultural or plant applications are possible, where this possibility of composting is actually a feature. So yeah, also this application has possibilities, and it is very important to increase the proportion of biopolymers that can be used in home composting. The usage of biopolymers is very wide. Of course, one-way packaging and food packaging is a very important field. Another a little bit different application is the 3D printing. PLA is a very, very popular raw material for 3D printing. So this is actually a pretty important market segment, and not in volume necessarily, but in added value. This is really important. And if we're going back to the one-way packagings and food packagings and cutlery and this kind of applications, actually this is facing a kind of difficulty these days, because reducing the use of one-way plastics is also affecting biopolymers. Unfortunately, it seems that the regulations in this regard do not really make much difference between biopolymers and traditional polymers. And an additional problem is that, of course, if biopolymers are used, then and we intend to recycle them in any way, I mean, in any of these ways, I mean, between, I'm talking about the upper half of this triangle, then of course they have to be collected, and they have to be collected separately from traditional plastic waste. And if there are, for example, bottles that are collected, or just one example, there are cups or cutlery or similar products collected separately at a festival or in a cinema, then this is relatively easy, but generally this is a difficult question, how to collect separately this kind of waste. And yes, when we are talking about biopolymers, there are two main categories. There are the bio-based plastics, which are produced from renewable sources, but they are not biodegradable. So this means that essentially they are not producing additional carbon, but they cannot be recycled in any other way, just like traditional plastics are recycled. The other category is those materials which are from renewable sources, and at the same time they are biodegradable, so basically they are compostable. The Hungarian Biopolymer Association and the Biopolymer KFT are concentrating on these, so absolutely the biodegradable materials are the most important for us, and I think that these can make an actual difference in environmentally and in waste management. Basically,
the trend of biopolymer production and usage is very steadily increasing. And yeah, unfortunately, within this, the portion of biodegradable materials is not increasing so quickly as the general production, but it is also increasing. And also another thing that is very typical since the last year that the need for biopolymers or bioplastics is hugely increasing. Basically, it exceeds the growth capacity of production. And this has given a motivation to really increase the production of bioplastics worldwide so that it can keep pace with the growth of the actual needs. And of course, this is also in connection with the fact that the usage of traditional plastics in one-way applications is increasingly constrained, which is, of course, a very good thing. Thank you for your attention. This is all I wanted to tell you today. And if you have any questions, just please ask me. Thank you. Köszönöm szépen, de Tamásnak a nagyon színvonalas előadást, és akkor itt tudok hozzámondani, hogy ez gyakorlatilag ez már itt van már, ez a technológiával már élünk, hogy lépten-nyomon ráadtunk biopolimerekből készült bőanyag ilyen olyan tálcákra az élelmiszeriparban, az üdítőitaloknál, stb. Úgyhogy ez már itt van, és az is szerintem nagyon jó hír, hogy ez növekvő. Ez saját tapasztalatból is mondhatom, Magyarországról két cég is jelentkezett nálunk. A CEDEN keresztül, az egyik CEDEN keresztül jön Szerbiában, és itt fog a csomagolóanyagot gyártani biopolimerből, és ez már folyamatban van a cégnek a gyártásnak a beindításra. A másik cég az pedig említette a 3D nyomtatót, az pedig szintén magyarországi cég Romániában nyitott egy üzemet 3D nyomtatásra, és munkát vállal Szerbiából is itt is jelentkeztek nálunk. Úgyhogy tehát ez egy élő mozgó dolog, ami már itt van, hogy ez nem a jövő, ez már van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ma a kérdéseket majd a végén, jó? Akkor is lesz kérdés. És akkor maradt még két előadónk, és át fogunk kezdeni lassan a szolárra, illetve a napelemparkokra. Két napelem szakértőt fogunk, vagy illetve egy energetika és egy napelem szakértőt. Az egyik Branko Zsivkovics, aki értékesítési igazgató egy belgrádi cégben, itt Szerbiában, és gyakorlati példákról fog beszélni, illetve be fogja mutatni azt, hogy Szerbiában egy szoláris projektnek a megvalósítása milyen problémákba, gátokba, akadályokba, csapdákba ütközik, de azt gondolom, hogy ez így van másfél, nem csak Szerbiában, de halljuk csak, hogy mit mondja erről élőben a gyakorlatban. Ja, čo zamolite gospodina Branka Živkovića da nam održi svoje predavanje, practical example of the implementation of solar projects in Serbia. Ez szintén angol nyelven előadás lesz. Izvolite. Okay, thank you. I will be speaking in English. Hello to everybody. Just give me a second so I can share my presentation with you. Just a second. Okay, so you can see it, I suppose. Yeah. Yes, yes. Okay, good. So today I'm going to be talking about the implementation of the photovoltaic systems. More precisely, I will be talking about the solar power plants, and I will be more focused on the companies themselves than the individual consumers, I would say, as I suppose that the whole presentations today are more focused toward
I would say the companies rather than individuals. I'm here basically to explain a bit more about how the solar power is giving advantage to the companies who are using them and how are they going to decrease their electricity bills and so on and so forth, and then the benefits that are coming from that. Let me just check how it's gonna, how am I changing the slides here? I can do it on my computer or I can do it somewhere. Okay, so first of all, I would like to say a few words about the solar system itself and how it works, as I suppose that not everybody here is familiar with how it works. So we have a solar panel, we have inverter, and then we have some kind of a consumer, whether it's a some kind of household or it's a company, doesn't matter. The thing is that from the solar panels, we get some electricity, which is then inverted, and then we can use it directly in that moment when it's produced in the company, or let's say it's a house, if it's an individual household, and the rest of the energy, let's call it excessive energy, we can export back to the grid, basically. And then Andrea will talk more about that part. How are you gonna be solving that type of problems with excess energy? Who is buying that energy and so on and so forth? So I'm gonna skip that for now. Here you can see, for example, on the right side, you can see one snapshot for example, one of our household consumers, where you can see from the graph, for example, that the solar system is producing 1.2 kilowatts. The house itself is on the right angle, top right angle. You can see it's using 4.4 kilowatts. So from the solar panels, 1.2 kilowatts is coming directly in that moment when it's produced, and the rest of the energy is pulled from the grid. And basically, this graph is showing you how the whole system is working, whether it's an individual household or it's a company. It doesn't matter. The whole thing is we can only use energy which is produced from the solar panels immediately in that moment when it's produced. The rest of the energy is going to be put back to the grid, because we are here talking about the on-grid systems. And if we have batteries, maybe in the future with the whole financial models, we would put them in the lithium batteries for later usage. The next thing is, for example, how do companies profit from green energy production? This is excellent graph where you can see, for example, one day, and from the beginning of the day till the end of the day, you can see the green is PV self-consumption, meaning that that's the energy that we are producing from the solar panels in that moment during the day. And the gray zone is the electricity of the company, which is fluctuating during the day. So you can see here, the green zone is the energy that we are offsetting from the company usage, and that's coming directly from the solar panels. The blue peaks that you can see are the excess energy, which we cannot use in that moment because the company is not consuming that much energy in that moment, so we have to export it back to the grid. And in this graph, then you can see how much from the whole energy we are able to take off and decrease the bill of the electricity. The next one is, so as I said, it's just-in-time energy, and it decreases energy consumed from the grid. As I also said, Andrea will talk more about that, the benefit from excess energy and who is going to buy that energy. That's a separate presentation today. And clearly defined procedures to the owner of the PV plant in the future, the producer from renewable energy sources, we can have this register, and Elektromreža Srbija will have it, and the market operator can be used for trading guarantees of origin for the delivered green of energy. And that's already starting, and it will happen more in the future. What's more, we have, for example, I'm going to be giving you concrete example today, for example, from one solar power plant that we have already did, and how much it costs, and how are you going to return your investment on the whole thing. So, for example, if you look at 1 kilowatt of solar panels, it costs around 670,000 euros without watt. And for example, in this case, we have a power plant which is 455 kilowatts,
And the purchase price of electricity, which is the electricity which is excess, the one that we don't consume in the moment, is around 45 euros. And let's say that Andrea again will talk more about that. These are just the parameters that we use in order to figure out the whole equation and to see how it's going to affect the ROI of the investment. We have several price growth factors here as well. We have discount factors, which is 2%. Electricity price, it's around 5%. And here I have to say, for example, that today, if you are going to sign agreement with Elektromreža Srbije, you will have to pay around 81 euros per megawatt. And back in 2018, that same kilowatt costs around 45 euros. So we are pretty conservative here with 5%. When you look historically at the data, the price is already doubled from the 2018. So that's the case that we just use as you know, let's say be conservative, but in reality it's the electricity price growth rate is much higher. For example, this is the company energy production without energy consumption. Sorry, this is my mistake here. It's not production, it's consumption without solar power plant. And here you can see in different months of the year how the company is consuming energy and how much it has consumed in each of it. On the next graph, I will show you, this is, for example, the typical graph that you can have from solar power plant and the production during the whole year. Of course, in the beginning, in January, February, March, the production is quite significant, quite small in terms of production. And then in June and July, you're going to be anticipating the most of the production during the year. On the next graph, which is the comparison, you can see both the consumption of the company, which is the blue graphs, and then you can see yellow graphs, which represent monthly production from a solar power plant. And this graph exactly shows how much energy we can offset without any excess energy calculated into this in order for a company to decrease its yearly electricity costs. And I would say here that pretty much this is the limit, and I wouldn't go more into details, but I would have to say that around 30 to 50% of the whole electricity bill on the monthly level or the yearly level is the maximum that we can take off with solar power plant, and the rest is going to be the excess energy. Here is the ROI of the, for example, one solar power plant. Let's say here we can see that the whole investment was, for example, as I said, in the parameters, this is a solar power plant which has 485 kilowatts, and the whole total investment without what was around 350,000 euros. And on this graph, you can see that the ROI per year, the ROI is around 7 years. And on the right side, you can see, for example, in the year zero, we have 350,000 euros. In the year one, we have already 9,000 euros, which is the decrease in the electricity that the company had for that year, which is around 40,000 euros. And here we go in the year seven, the whole solar power plant investment is absolutely paid off. And then from that moment on, the company is going to be generating profits in terms of decreased electricities and, of course, from the rising prices of the electricity in the future. And finally, my conclusion would be that, for example, in this case, and I just wanted to give you a brief, like, concrete example how this looks in reality. We have a business case which has around 7 years ROI, and that's without any subsidies. If we have any subsidies, whether it's a Prosperitat or any other fund, the ROI is diminishing rapidly, of course. For example, we have many companies from Hungary here in Serbia as well, which we are already working with, and they have like 50% subsidies from Prosperitat in this one and the next year, and the ROI is around 3 to 4 years for whatever the investment is. So it's a pretty good business case.
as I said, the life of the whole power plant is around 25 years, so you can expect that the power plant is going to be much more active than after you return your whole investment. And I just made a funny calculation here from the year 7 to the year 20. For example, this company is going to generate around 600,000 euros of profit for 13 years. So, and again, just have in mind that this is with our conservative approach of 5% electricity growth rate, which already doubled for only just 2 years. Finally, the whole, I would say that as a company, you don't have any kind of risk in this business case, because first of all, the sun is always going to shine. I mean, we always can simulate how much energy are we going to have for the whole year. So you can exactly know for your place and your location, how much energy can you expect to generate and how much profit are you going to have. So that's one risk that we don't have. The other one is the equipment itself. And usually the equipment comes with long-term guarantees from 15 to 25 and 30 years. So again, on that side, you're safe from the manufacturer warranting that equipment is gonna be able to generate that much production. And finally, we have insurance as well. That's another topic that is not covered here on this presentation, but we are very, very closely working right now with some of the companies here in Serbia to have all the power plants, solar power plants for companies reinsured, so that the buyer can sleep well. I mean, everybody is always afraid of some kind of earthquake, or doesn't matter, something that is not covered by the warranty. And finally, I would say that, this is, as a matter of fact, I just wanted to give you a quick brief introduction of how it works, how we already do it here in Serbia. And we did it for the last 4 to 5 years. And the results are magnificent in terms of customers are extremely satisfied, and it's just getting better as the price of the electricity is constantly increasing. And Andrea, I suppose, who is talking more about excess energy, that's another part of the market which he will cover. And basically, if you have any questions, I'm here to answer all of them. Thank you. Thank you very much. Nagyon konkrét, nagyon egyértelmű, nincs mit hozzáadni ehhez az eladáshoz, csak annyi, hogy megdicsérni, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Holland választó szeremszekli Rúzsili, ér kázsom, nem van is tász, hogy dodani, de azt odúz, mert szöveshoz te rekli, je svakivo relatívne jednostavno, ako je neko fizičko lice, privatno lice, će dobiti volju da stavi solar na svoj krov, ako ima vikendicu još više. Ako je neko preduzetnik, dobit će volju nakon vašeg predavanja da se oproba da krene u solar, tako da puno hvala, vidjet ćemo na kraju šta će biti sa pitanjima. A következő előadás az pedig ennek szinte a folytatása lesz. Itt megtudtuk azt, hogy mi a többlet energia, és hogy a szóval kerül, az bekerül a nagy az állami rendszerbe. A következő előadónk az egy olyan cégben dolgozik, ahol pont ez a dolga, hogy a felesleges energiát hogy teszi át ez a cég az állami rendszerbe, és hogy a magánszemély vagy a vállalkozó ebből hogy húz hasznot. Úgyhogy akkor megkérném az utolsó előadónkat a mai előadásunkon, Andrea Petrusic urat, aki az Energia Gas and Power Berlin cégnek a energiaügyi kérdéseket felelős menedzsere. Izvolti, gospodine Petrusic. Hvala lepo. Molit ćemo prethodnog predavača da skine svoju prezentaciju da bi sljedeći predavač mogao da odreći. Samo sekunda, da. Kažete mi da izbacujem prezentaciju ovdje, pošto mi je opet problem da je... U sredini treba stop da piše negdje. Nemam tu opciju. Na sredini mi izlazi samo viewing sunčica. Probajte, gospodine Andrija, da počnite svoje, pa kaže ovdje gospodin da će to prebacite. Eto, super. Ima, prede. Okej.
hello to everyone. So I will more or less continue where Branko stopped, as I'm approaching this kind of projects from the point of view of electric power supplier, or let's say open market. So we are more active in a pre-phase of the development of these projects, and at the end, after Branko and his team turns on the photovoltaic system and the distribution company makes all necessary constructs the connection point, and everything is up and running. Then after that, the photovoltaic system, solar power plant, or any other technology, biomass or anything that is applicable, is able to enter a balancing group of electric power supplier. Balancing group is a concept that I wouldn't go into detail at this point, but more or less electric power supplier has its in its group all the consumption points and all the production points. So all the consumers that they supply electricity to, and all the producers that they are taking the as they are acting as an off-taker of the electricity, they're within the same balancing group, within the same one group of one electric power supply. So the topic of the presentation will be investing for self-consumption primarily. So this is the very important aspect, that we want to satisfy own needs for the electricity, and the excessive energy, the energy surplus, is just something that has to happen. As you noticed the very good picture at Branko's presentation, everything that happens in real time, it affects the grid, the connection point, and everything is recorded by the meter. And how we read that data and what we do with that data is the effect it has on the project and sustainability of the project. So at this point, I will just say in general, because I'm the last as a presenter, as far as I can see. So just to have a clear distinction between two concepts, energy efficiency and energy independence. So we want to be as efficient as possible with our consumption, but at the end we have to consume certain energy, but we want to be in the same time as much as independent from the energy consumed from the grid. Because what I don't know how if anyone noticed, but in the last 2 months electricity skyrocketed the price because of various aspects, but mainly because of carbon credits. So we want to achieve certain degree of independency from the volatility of the prices, the exposure to open market, let's say it like that. So what needs to be said is that at certain location, once the photovoltaic system is installed, through the procedure of installation, so the development of the project, one phase is to install the bidirectional meter. So when the photovoltaic system or any other technology is installed at the location, and with the regime, in the regime of prosumers to satisfy its own needs, bidirectional meter is installed by the distribution company, and it has the capability to measure both flows of electricity. So at certain point of time, the energy that is produced from photovoltaic system will be self-consumed at the location, but in certain points, at certain time, there will be a need for more energy, so it won't satisfy all the needs, and in real time the energy will be additionally taken from the grid. Vice versa, in the moments when there is more energy in the photovoltaic system than needed, the rest of the surplus that is not consumed will enter the grid.
And all these various moments will be recorded by bidirectional meter, and at the end of the month, actually the first days of another month, is when the data is collected and electricity bills are formed. So at that period, beside the data for how much energy is consumed from the grid, there is an insight in the data how much energy is exported to the grid. And this is the information that a company that has the photovoltaic system will get from the DSO. Based on that data, they will generate the invoice that will be sent to us, and we will pay all the excessive energy that entered our balancing group. So that everything that was officially recorded by the everything that was recorded by official meter, official bidirectional meter, is the energy that can be a subject of a contract between us as a supplier and electric power consumer. And this is the crucial moment that is that happened in Serbia in let's just say the date, 25th of September 2019, is the first case of first prosumer case that enter our balancing group, and it is a first prosumer case in Serbia, and it was in Novi Subi company Novi Sad that installed 143 kilowatt photovoltaic system, and at this point, almost 2 years, it's up and running, it's operational, and it's issuing invoices every month, and it's paid for all surplus energy. So all being said, and again, I will mention these things later on as well, but what practice showed is that this kind of investments, our return on investment can be anticipated between the period of 7 to 10 years. What affects mostly the return on investment, what aspects have to be taken into consideration, is the electricity price dynamics. So if the electricity price rapidly increases, then we can expect that this investment will be returned earlier. But this is not always a very good scenario, because no one can satisfy their own needs in total from photovoltaic systems. So if the return on investment is faster, that means that electricity bills for rest of the energy they consume from the grid are got higher. So it's a questionable, should we have a fast return on this investment or something acceptable in this range from 7 to 10 years? Nevertheless, because of the technology for photovoltaic systems, everything around 10 years is in general acceptable, because these are capital investments. Other thing that affects the return on the investment is that photovoltaic systems have to be designed, dimensioned in a way that primarily they're used for self-consumption. And the surplus energy is just like a side effect of everything, not the main reason to produce, to construct the photovoltaic system. But we have a side effect that we have to have some surplus. But if we already have the surplus energy, it's better to have some value in it. That's why we are always saying to people that they should go firstly to be legal with their project, and at the end they have to go through entire procedure to be able to sell surplus energy. So for that reason, because this surplus energy has a lower it has a lower economic value, so it's more cost effective to use the energy for self-consumption in real time than to export it to the grid, because the megawatt hour or kilowatt hour consumed, self-consumed, has the savings effect in the electricity bill, because it affects the consumed electricity, grid access costs, excise, even VAT,
and this kind of subsidies for owners of renewable sources that are presented in electricity bill. So everything presented in electricity bill that has a kilowatt hour is creates a savings effect when we consume the energy from the photovoltaic system instead of taking the energy from the grid. All that being said, and because I hope I'm clearly emphasizing that surplus energy worth less than the self-consumed energy, because this is the effect presented in these two pictures. The first picture can be called net billing. This is the concept that is already defined in Hungary, in the European Union, let's say, and also other countries, developed countries in the world. And with net billing, we have this case where energy is, in this picture, we can see that surplus energy is definitely too big for its own needs. So in this case, this picture just represents a 6 kilowatt installation. Let's imagine it says 600 kilowatts for some kind of application, industrial application. So here we should have, let's say, 200 or 2 kilowatt photovoltaic installation, which will be optimal for this scenario. But this is in the case if net billing or just selling of surplus energy is applied. But if net metering is applicable, then we are not that worried how much of energy will be generated as surplus, because it will be accounted for as also energy consumed, because everything exported to the grid will be later on considered as energy virtually consumed, and based on that everything will have the higher value, all the energy produced would have the higher value, where we are generating savings in grid access and excise and everything else. But unfortunately, what the new law for renewable energy defines is that net metering won't be available for industrial consumers. For that reason, Branko and other companies that are into construction of photovoltaic system is always paying attention that how much is the energy need in real time, because based on the real time energy need during the day, we have to dimension the photovoltaic system, because we don't want this scenario on the left. We don't want to have too much excessive energy, because that energy, as Branko said, it's worth around 45, maybe even now up to 50 euros per megawatt hour. But in the same time, the energy in high tariff at this point worth around 80 euros. Let's see this on this slide. I put this part that electricity prices have reached historical maximum at this moment, where a megawatt hour is 80 euros per megawatt hour in high tariff. And compared to Corona period, it was around 60 euros. Sometimes it was even lower, because the energy was, there was not high demand for energy of electricity. And also another factor was that carbon credits, CO2 certificates, because of the what one of the previous presenters mentioned, the Paris Agreement, and also what was defined that all these targets European Union has set for environmental concern, they're monetized through carbon credits, CO2 certificates, and they increased from 24 euros to 50 euros in less than a year. So this was straight away projected to the production prices of electricity. And because of that, the prices for supply prices in high tariff are around 80 euros. So what are, as I mentioned, we already have the case of prosumers in Serbia. The concept of prosumer is just
a combination of word producer and consumer, and the term prosumer already entered the legislation, European Union legislation, so that's why I'm using it freely as a term. It's interesting that we actually didn't have to wait for the new law so we can have the prosumers present, which we proved with our pilot project Tsubi. But definitely the new law is something that we needed for the reason that as a term was defined, prosumer, kupac proizvođač, and also they put some kind of limitations which are actually good guidelines. We are already obliged to this kind of limitations, but it's good that it entered the law. So one of the limitations is that power plant can be, the installed power of power plant has to be up to the allowed power of the connection point, which is good because then we don't have that much excessive energy. But also what is good that they actually did define the upper limit for the installations, which will be able to use net metering as a concept. So for households up to 10.8 kilowatts, which will have the procedure by the DSO, distribution system, distribution company, will be liberalized, let's say like that. So it will be simplified, the procedure, when it's related to household. But because of the fact that net metering won't be allowed for larger installations, like companies will have 100, 200, 500 kilowatts, or even a 1 megawatt, they will not be entitled for net metering. And also because the projects itself are really complex, they will not, they won't be, the procedure won't be simplified for them. The big focus is on the procedures. The procedures are known, clear, but there is some kind of complicity of it because the investor, the people involved when developing this kind of projects have to be careful in what stage of the project they're addressing which public entity, which institution. So at the end, through the entire through the project life cycle, we have to have some kind of relation with a local municipality, distribution system operator, electric power supplier, ministry, and the transmission system operator, which is Elektromreža in Serbia. And I don't know if anyone mentioned, but the distribution system operator, Elektrodistribucija Srbije, was a few months ago. It was taken out from the Elektroprivreda Srbije. So Elektroprivreda Srbije doesn't have the DSO function anymore. So it's only production, electricity supply, and that's that. And okay, so electricity supply and trading, the wholesale and retail aspects of the market. So when the project is in its initial phase, there, if it's connected to the DSO grid, they are getting all this kind of location design and connection requirements from them, and then they are going for the construction permit from the local municipality, and in the same time from the DSO, they are asking for approval to connect. So once the photovoltaic system is close to being operational, then the investor is addressing the DSO for the approval, where DSO specifies exactly what they need to fulfill so they can connect the photovoltaic system. Two important things they need to fulfill so the photovoltaic system can be connected. One is to sign a contract with the DSO that they can access the grid, access the system.
And the second contract is with us, with electric power supplier, that we as a balancing responsible party are going to accept the surplus energy. And again, through that contract, we are defining our business relationship as well, because we will pay for the excessive energy, a certain amount of money. But from the DSO point of view, they want to see in that contract that we are taking over the balancing responsibility, and that we will be a responsible party for all these flows in one direction or the other. From the Ministry of Mining and Energy, in the final phase, once we get upotrebna dozvola, operational permit, or let's what as it is in English, but once we have this permit, then we can establish the status of a producer from the renewable energy source. We need this kind of status, we need this document, because then we can get from the TSO the right to access the National Register of Guarantees of Origin. These are a lot of concepts and topics, net metering and everything, and I would suggest if there is in some other gatherings to go through all these concepts, because it's not the presentation would be very, very long. And just another view at the procedure is that through entire procedure, we are more or less obtaining three rights: the right to construct, the right to connect, and the right to produce. The right to construct is something related to a local municipality mostly. The right to connect is again from the DSO or TSO, if we are connecting if the system is that big that we are directly connecting the photovoltaic system to the transmission system operator grid. But in 99% of the cases, we are talking about smaller installations. And at the end, the right to produce, where we are getting this status of renewable energy source and with guarantees of origin. So again, this is my at this point, this is the biggest focus is on the procedures, because we have to have at the starting point, we have to have a very solid technical solution that Branko and his crew will design. And based on that, then we are going through all these procedures so that at the end we can officially connect the photovoltaic system, because without the official connection, we cannot sell surplus energy. And without selling surplus energy, we don't have a sustainable system. We don't have a sustainable project, because with the option to sell surplus energy, every kilowatt hour produced of green energy has certain value. If it's not decreasing electricity bill, then this kilowatt hour is exported to the grid and sold to electric power supplier. I think that these are all important aspects, and this is something very important, is to analyze thoroughly how big the photovoltaic system should be, so we can have a better expectation what will be the return on investment. Because again, not every kilowatt hour produced megawatt hour worth the same. Yeah, I think I covered most of the important aspects of this kind of projects. Any questions? Hvala lepo, sada nemam pitanja ovog momenta, sad ćemo pregledati šta imamo i dobro, pa ćemo se okay. Udovati u 12 djeltanke. Igen, tehát Erdélyből is követték a mai fórumot, itt üdvözölnek bennünket. Azután itt egy olyan megjegyzés van, ami a biomassa és a mezőgazdasági termőterületeknek a
az egészségi, a mezőgazdasági területeknek a leromlása között von párhuzamot. Igen, ez egy érzékeny kérdés, mert hogyha nem szakértői módon kezelik a biomassa, illetve a növényi maradványok lehozatalát a talajokról, akkor az a talajszerkezet romlásához vezet, illetve az onnan elhordott anyagok, tehát táplálóanyagok mennyisége nagyobb tud lenni, mint, és drágább tud lenni, mint amennyit vissza kell majd pótolni. Úgyhogy ez egy jó meglátás, de nyilván, hogy ezt is tudatosan kell végezni. Pítanie dali je proizvodnja biomase na upotrebljava zemljište, a naravno ako se ne tretira adekvatno. Znači da utiče na poljoprivredno zemljište, da ćemo upropastiti ako ne budemo adekvatno tretirali. Igen, de mondom, erre azt lehet válaszolni, hogy számolni kell, és csak olyan esetben. Tehát az igazság, hogy rosszabb minőségű termőterületeken, ahol megterem az energiafű, vagy ahogy Klára is, vagy valamelyik előadó mondta, hogy a fák és az energiafű az, ami a mi térségünkben domináns energianövények, azok olyan területen termeszthetők, amik mezőgazdasági, ipari kultúrában már nem gazdaságosak, és azokon a helyeken viszont akár agroerdészet, akár más kultúrákban gondolkodhatunk, tehát van ennek helye, csak nem kell összekeverni a vezető kultúrákat, illetve nem a legjobb termőterületeknek kell csinálni. Viszont itt volt egy nagyon érdekes kérdés, az iszappal kapcsolatban, és ezt tenném fel az előadóinknak, hogy a biogáz termelés után, például amikor a víztisztítók megtisztítják a vizet, biogázt állítanak elő, egy iszap keletkezik. Annak az iszapnak a hasznosítása nálunk hogy áll? Tudja ezt valaki, mert ezzel kapcsolatban voltak régen olyan gondok, hogy ezt meg még erdők talajjavítására se volt szabad használni. Most az előadóink közül ezt valaki tudja. De én akkor predavača, možda da odgovori da da mulj koji se koristili, mulj se stvara, koji se stvara kod prerade, otpadnih voda. Otpadnih voda. Da li se sme koristiti za djubrenje? Én annyit tudok ehhez a témához hozzátenni, hogy pont az energianádnak a felhasználására, illetve hát az energianádat lehetne letermelni erről a szennyvízi szapról, illetve a Pannon Breeding programnak a keretében voltak erre kutatások nálunk, és ez szerintem is egy nagyon jó terület, amiben együtt lehetne működni, annál is inkább, mert múltkor pont itt a belgrádi EUDEL tartott egy környezetvédelmi tájékoztatást, és a környezetvédelmi minisztériumból pont ezt a témát ki is emelték, hogy a szennyvízi szapnak a kezelésével nem tudnak semmit csinálni. Úgyhogy az annak a hasznosítása ezzel az energianáddal szerintem az egy jó együttműködési terület lehetne. Köszönjük szépen. Ezt mi nešto tega kažete, gospodine? Malo pre. Igen, én szeretnék ezzel kapcsolatban egy pár mondatot megosztani ezzel az iszappal kapcsolatban, ugyanis a Szabadkai Regionális Hulladéktárolóban vannak próbálkozások ezzel kapcsolatban, és ha jól tudom, a múlt hetekben ültették el ezt az energianövényeket ilyen próba üzemben, illetve hát próbára, és ha jól tudom, az iszapból különböző hulladékanyagok hozzáadásával tudnak olyan komposztanyagot előállítani, amely
amelyet aztán a földművelésbe, illetve hát trágyázásra tudják használni. Pontosan nem tudom, hogy hova jutottak ezzel, meddig jutottak ezzel a problematikával. Azt hiszem, hogy az analíziseket várják ezzel kapcsolatban, hogy milyen eredményeket tudtak elérni ezzel. És azt tudni lehet, hogy ezt az iszapot ezt végül is hol helyezik el, amin utána, amelyre rá vetik, ültetik ezeket a nád növényeket? Hát a nád, tehát a nád növényeket azt levágják, tehát az most kell egy folyamat lesz, amiben tehát azt le kell szüretelni, és azután a leszületelés után azt összekeverik az iszappal, és úgy tevődik össze az anyag. Értem. De maga ez valamilyen szántóterv, vagy egy ilyen parlagterületre öntötték ki az iszapot? Mert azelőtt az volt a baj, hogy a szeméttelepre kellett kivinni, meg külön kellett, hogy még a csurgaléklevel sem menjen le, ilyen nylonnal körülkörülött határolni, akkor most már ezek a gondok megoldódtak? Konkrétan a regionális hulladéktárolóban ezek a gondok megoldódtak, ugyanis az iszapot úgy kezelik, tehát a víz gyárból, illetve a szennyvíztisztítóból ezt az iszapot a hulladéktárolóhoz viszik, és utána ezt kezelik. Nagyszerű, ez most már csupa jó hír. Köszönjük szépen. Na, hogy most már imani akkor, de szerintem úgy, hogy iszta csisztáltsa, most egy iszkoristiti. Itt van a tajnácsin, što bi se pomešao se još sa nekim materijalom za kompostiranje i onda bi se energetska trska mogla saditi u taj mulj i nakon žetve trske to se isto izmeša sa tim muljem i onda se dobije pravi kompost. Da je to rešenje, da to subotički prečistač radi eksperimentalno na tome. Van még egy kérdés, az pedig azt hiszem, hogy itt Mihályhoz, ez a, amit említette. Igen, a biopolimer csomagolásokkal foglalkozó cég. Én arra kérném, hogy az e-mail címükre csak jelentkezzen, és akkor összekapcsolom önöket mind a két céggel, jó? Ezt javasolnám. Érdeklődnek továbbá, hogy milyen energianádat használnak Szabadkán. Hát most nem tudnánk átmenni itt az ilyen kereskedelmi dolgokba, de szerintem államtitkár úr is, vagy nem tudom, esetleg Klára asszony, ki lenne az, aki vállalná esetleg, hogy azokat, akik ezzel a témakörrel szeretnének foglalkozni, valamilyen módon tájékoztatja. Tulajdonképpen röviden tudnám elmondani, hogy ez egy próbálkozás, tehát a vízművek és a regionális hulladéktároló közösen tudja, tehát a regionális hulladéktároló csinálja ezt, és ha jól tudom, akkor olasz nádról van szó, illetve amerikai nádról van szó, ami talán aztán kell születelni, és utána próbálják. Tehát ez mind próbálkozás még, de szerintem jó irányba haladnak. Értem. Jó. További kérdésekért vagy kapcsolatért ugye a CERT-hez irodáját lehet keresni, hogy összekötni az embereket. Megvan a honlapon, novisar.cert.hu, erre innak is akkor segítünk válaszolni, illetve létrehozunk a kapcsolatot ezekkel a cégekkel. Ako imate neka pitanja ili bi teli supiti s nekim u kontakt, onda preko naše organizacije, preko maila ili telefona možete se obratiti pa će vam pomoći u tome. A biopolimerekkel kapcsolatos kérdés, de az is szerintem ugyanez a... Igen. A biopolimer szövetség, hogy milyen felügységekkel tudja nyújtani egy káposztékezetben lévő biopolimereknek. Kérem, hogy a Biopolimer Kft-vel vegye fel a kapcsolatot. A honlapunkon hozzáférhető minden elérhetőség, és akkor tudunk segíteni ebben. Igen, akkor ez volt a válasz. Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük, több kérdés nem érkezett, nagyon-nagyon szépen köszönjük az értelmes és pont a lényegre rávilágító kérdéseket. Nekünk is nagyon fontos tudni, hogy a hallgatóink, akik kísérték az előadást,
a hallgatóinkat mi érdekelte, és hát nagyon fontos látni, hogy ők is gondolkodnak a jövőket tekintve ilyen irányú elmozdulásra, beruházásra, fejlesztésre. Fálaszünk predaváčima za perfektno stručno izlaganje i lepo je što smo se upoznali. Nadamo se da ćemo u buduće sve više i više takvih konferencija održati, pošto ovdje se ne radi o nekim teoretskim stvarima i strategijama, već to je sadašnjost, to su neki zahtevi sadašnji i mi se moramo opredeliti prema tome da budemo u nekom smislu ili prvi ili od onih inicijatora koji pospešuju taj put i razvoj te grane privrede. Hvala svima za današnje izlaganje. I još samo nešto hvala i na čestitkama koje ste dobili od gledalaca, to jest od pratioca našeg današnjeg događaja. Samo dve stvari nismo danas spominjali, što mislim da je bitno da se pokaže da Srbija možda sada stvarno ozbiljno misli ovo što je počelo sa ovim zakonom, a to je to da 21. aprila je objavljen zakon i već je sljedećeg dana se govorilo o tome da će se objaviti konkurs za promjenu, za izmjenu, za zgrade da se izoliraju, za izolaciju zgrada i za promjenu prozora i vrata. I taj konkurs je upravo u toku. 21. maja ističe od strane vlade. Preko tog konkursa se pomoć deli opštinama, a opštine će raspisati prema građanstvu, tako da je to već u toku. A druga informacija koju smo pročitali, da se u 22 opštine menjaju kotlovi sa starom načinom grejanja preko mazuta i da se menjaju ti kotlovi u 22 toplane u 22 opštine. I to je isto dosta brza akcija, tako da kažem, ako će ovom dinamikom krenuti sve ostalo, onda ćemo stvarno stići do nekih rezultata. Puno hvala još jednom i ja sam zato da najavim sljedeću sesiju za možda pola godine za jesen, pa da vidimo gdje smo stigli, šta smo radili. Puno hvala još jednom. Kako se nam sjeka megice rodiste, neko opiljanit i šotiranit, és két dolgot elfelejtettem megemlíteni, hogy Szerbiában egy hónap alatt, amióta megjelent az új törvény, kiírták a valamikori Magyarországon úgy hívtuk, hogy panel program, itt energia hatékonysági programnak mondjuk, és ez az épületek, a lakóépületek szigetelésére vonatkozik, és a nyilázáró cseréjére. A másik pedig, hogy a távfűtőrendszerekben, 22 községben, 22 távfűtőrendszerben hamarosan lecserélik az elavult kazánokat, új kószerű kazánokat. Úgyhogy ennyit, és azt szeretném előre is megígérni, hogy hamarosan, tehát legalább ősszel találkozunk megint, és elemezzük ki, hogy azóta mi történt. Köszönöm szépen, hogy részt vettek a mai rendezvényünkön. Köszönjük. Köszönjük szépen. Prijatno. Köszönöm szépen.